A jövő nemzedéke. Egy fiatal mérnökkel fogok beszélgetni az élet nagy kérdéseiről, örömeiről, küzdelmeiről, sikereiről, kudarcairól, minden, ami velünk emberekkel történhet. Üdvözöllek, Dénes! Üdvözlöm! Nagyon örülök, hogy találkozhatunk, már nagyon régen találkoztunk, ez az igazság. Te valamikor ide jártál a Sion iskolába. Így van, én igen, itt kezdtem az iskola pályafutásomat, az első és második évet. Édesapám hozott be minden nap, és vitt is haza. Ez nagyon nagy áldozat volt a részükről, a szüleid részéről, hogy behoztak téged, és nagyon jó, kedves emlékek vannak erről az időről. Igen. És hát ugye miután sok idő eltelt már azóta, mondjál nekem valamit magadról. Így van, elvégeztem a gimnáziumot, majd utána egyetemre jelentkeztem. Az egyetemet is befejeztem, mechatronikai mérnök végzettségem van. Elkezdtem dolgozni, már az egyetemi évek alatt diákként dolgoztam, és aztán miután befejeztem az egyetemet, átvettek állandósnak, és fix munkahelyem van. Hát a családi hátteremről, szeretetteljes családban nőttem föl. Édesanyám már gyerekkorom óta gyülekezetbe járt, ebbe a gyülekezetbe, és így már Istenről gyerekkorom óta hallottam. Igen. És hányan vagytok testvérek? Négyen vagyunk testvérek, van két bátyám és egy húgom. Nagyon jóban vagyunk. Már mindenki, már nem otthon lakik. Igen. Mindenki, és így is tartjuk a kapcsolatot, bármiben számíthatunk egymásra. Hogyha van valami, akkor felhívjuk egymást telefonon, akár lelki vagy fizikai segítségre van szükség, vagy akár anyagi. Úgyhogy nagyon jó a kapcsolat a testvéreimmel. És a te családodban a zenének valahogy nagy szerepe volt, édesanyád is, mint tanár működött. Igen, édesanyám zenetanár, és én is tanultam zenét, úgyhogy ez is nagy szerepet játszik az életemben, mert a zene az, ami így kikapcsol, hogyha hallgatom, nagyon sokféle stílusú zenét hallgatok, hogyha éppen valamit gyorsan meg kell csinálni, vagy így pörgősebbek az események, akkor ilyen dinamikusabb zenét hallgatok, hogyha meg nyugalomra vagy nyugalmasabb az idő, akkor meg régi klasszikus zenét hallgatok. És nem tudom, régen láttam ilyen filmet, meg hallottam ilyesmiről, hogy a zenét a gyógyászatban is használják. Például valaki esetében műtét alkalmával ilyen komoly zenét hallgattak, és hogy minden egyéb más gyógyszeres beavatkozást mellőztek. Igen, én is hallottam erről, illetve olyat is hallottam, hogy az embernek a kreativitását nagyon fejleszti, hogyha gyerekkorában, kiskorában zenét tanul. Hát igen, ez egy nagyon jó dolog, ez egy plusz az életben, a zene, hangszerek használata. És otthon szoktál játszani, vagy van valami? Hát most már nem. Pár évvel ezelőtt doboltam, de ez abba maradt. Úgyhogy most igazából nem játszok semmilyen hangszeren. Hát ez pedig nagy kár. Hát majd igyekszem elővenni, mert az is kikapcsol, illetve jó dolog, hogyha tud az ember bármikor, hogyha összeül a barátaival, és akkor egy gitárral, meg egy dobbal zenélnek, énekelnek, az nagyon hangulatos, meg az is kikapcsolja az embert. Mondanál valamit arról, hogy mi érdekel téged? Hát
olyan régen beszélgettünk, hogy már el is felejtettem, meg hát kisgyerekkorodban egész más volt az érdeklődési köröd. Hát most kettő ilyen komolyabb hobbim van, az egyik a fényképezés, nagyon szeretek fényképezni, illetve utána kijavítani rajzoló programmal. A másik, amit mostanában kezdtem el, szeretek ilyen régi, nem használt dolgokat így teljesen új külsőt adni neki, illetve így újra hasznosítani, úgymond. Most, amit majd szeretnék csinálni, egy régi fadobozos tévéből egy akváriumot. Igen. A tévén keresztül így az akváriumot lehet nézni. Érdekes. És még ezen kívül van-e valami az érdeklődési körödben? Nincsen. Valaha is dohányoztál? Igen, kipróbáltam a dohányozást, igen. Füvesztél? Nem, füvezni nem füvesztem. A diszkókba jártál? Diszkóba is voltam, igen. És ott hogy érezted magad? Ugye mivel szeretem a zenét és a diszkó stílust is szívesen meghallgatom, ugye hogyha dinamikusabb zenét akarok hallgatni, ezért zene szempontjából jól éreztem magam, illetve a baráti körömmel voltam. Hát ilyenkor beszélgetünk, kikapcsolódunk, amennyire így lehet. Igen. Általában, hát most konkrétan ugye nem az egész estét töltjük öt, csak így beugrunk néha. Jó kapcsolatod van emberekkel? Igen, igazából. Igen, én úgy gondolom, hogy elég sok barátom van, és tudom, hogy mikor, kire milyen szempontból lehet számítani, akár hogyha jó vagy rossz dolog történik velem. Én sokat szoktam velük találkozni, mert a komolyabb barátságok azok az egyetemi évek alatt alakultak ki, ezek máig megmaradtak, illetve hát folyamatosan a munkahelyen is alakulnak ki barátságaim, hogyha van valamilyen közös érdeklődés, ami mind a kettőnket érdekel, akkor tehát így erről szoktunk beszélni, és akkor egymásnak elmondjuk így az élményeket, meg hogyha valami új információt megtudtunk. Sokat szoktam, igen, emberekkel találkozni, meg beszélgetni. És jó is a kapcsolatfelvételed? Hát igen, igyekszem, hogy jó legyen a kapcsolatfelvétel. És mi a véleményed, mit tapasztalsz így a kortársaiddal kapcsolatban, hogy ez a korosztály, amelyben te élsz, hogy miután érdeklődnek, hogy élnek, hogy alakul az életük, miután elvégeztétek az egyetemet, és kikerültetek a mindennapi életbe, hogy hogy alakult, vagy hogy alakul úgy nagyjából az ifjúságnak az élete? Az én környezetemben úgy látom, hogy nagyon megoszlik. Ugye együtt, akikkel elvégeztem az egyetemet, valakik jobb helyre kerültek, jobb munkájuk van valakinek ugye kevésbé, illetve vannak olyanok is, akik kimentek külföldre. A külfölddel kapcsolatban én is gondolkoztam azon, hogy kimegyek külföldre dolgozni. Végül úgy döntöttem, hogy nem, mert én igazából meg vagyok elégedve a mostani munkahelyemmel, illetve ezzel a munkakörrel. Sokan mondták, hogy visszajönnek, hogy csak egy-két évre kimennek a pénz miatt, hogy összeszedjék az alaptőkét, hogy itt el tudják kezdeni az életet. Sokan kimaradtak azóta, és az egy-két évből most már 4-5 év lett. Illetve volt olyan barátom is, aki azért ment, hogy új életet kezdjen, mert az itteniben tehát nem jött neki össze semmi, meg nehéz élete volt. Ez a helyzet. A korosztályod körében. És hogy telik el egy napod? Hogy kezdődik, hogy végződik? Reggel ugye fölkelek. És közel van a munkahelyed?
Gyalog megyek a munkahelyemre általában, ez egy 20 perc séta oda, illetve vissza is 20 perc. Ez nagyon jó. Ez is nagyon jó, ugye, hogy friss levegőn sétál az ember, mert parkon keresztül is át kell menni, hogy eljussak a munkahelyemre. Általában egy kollégámmal megyek, ketten megyünk mindig. Hát reggel minden hétköznap ugye a munkahelyen kezdek, reggel gyorsan összekészülődök, és a munkahelyemen töltöm a napom nagy részét, és délután meg, amikor hazamegyek, akkor kikapcsolódok, van, hogy főzök másnapra, hogy legyen ebéd. És te egyedül élsz, vagy anyukáddal? Én albérletben élek. Egy családi házban vagyunk négyen, négy külön szobában, és ott is össze szokott verődni esténként a társaság, és akkor megbeszéljük az aznapot, hogy kivel mi történt, milyen nehézségei vagy milyen problémái vannak, meg segítünk egymásban mindenben, ahogy tudunk, van, hogy együtt főzünk. Szoktunk bográcsozni is a kertbe, van egy kutyánk, el szoktuk vinni sétálni. Nagyon sokat lehet tanulni egy kutyától is, hogy a reakciói, meg felsendít, hogy most figyelem-e. Én nekem a labrador a kedvenc kutyám, az senkit nem bent. Ez egy kis bégül kutya. Tehát arra jó, hogy az ember barátkozik az állatokkal, és valahogy az állatok hamarabb kifejezik az örömüket az emberek iránt, mint az emberek az emberek iránt. Igen. Néha, ha sétálunk, akkor az utcáról előbújnak a cicák is, és szóbálnak velünk, meg van egy kutya, ami egy labrador kutya, ami már szinte vár bennünket, és szinte megismeri az autónak a közeledését is. Mindig mondok neki egy pár szót, megígérem, hogy majd meglátogatlak máskor is, aztán csóválja a farkát, meg ugrál, toporzékol. Persze kap mindig valamit. Igen, nálunk is, hogyha hazaérek, egyből megismer, már csóválja a farkát, és egyből megérzi, hogyha viszek neki haza csontot, és már ugat, hogy hagy kapja meg azonnal. Aztán még megkérdeznélek arról, hogy miért erre a pályára léptél, mi vonzott ebben téged, hogy ezt választottad? Első körben a hely az fontos volt, hogy helyben legyen az iskola, az egyetem, hogy ne kelljen utazgatni. Illetve engem nagyon érdekel is a kommunikáció technika, az operatőrség, illetve a hangmérnökség. Ugye a hangmérnök a zenei múlt miatt áll közel hozzám. Ezért jelentkeztem erre az egyetemre, csak sajnos nem indult az a szak, úgyhogy szakirányt kellett változtatni. Úgyhogy igazából nem teljesen az a végzettségem, amit szerettem volna, de ezzel is meg vagyok elégedve, ez is megtetszett így. Nehéz is választani is, mert az ember nem tudja, hogy majd az életek későbbi szakaszában, hogy mi fog tetszeni. Aztán menet közben meg látjuk, hogy milyen érdekes. És én is pedagógusnak készültem, de nagyon boldog vagyok, hogy nem az lettem. Nem is tudom, hogy miért gondoltam ilyesmire. Mindenki ott érzi jól magát, ahol tényleg hasznos tud lenni. Mi a véleményed az embereknek az agresszív viselkedéséről, ami napjainkban előjön léptennyomon, minthogyha az emberek sokkal idegesebbek lennének, durvábbak, türelmetlenebbek lennének egymáshoz, hogy szerinted hogy van ez most? Igen, ebben a rohanó világban valóban több az agresszió. Ez elég sok oka lehet ennek az agressziónak, akár a pénzhiány, vagy bármi más.
hogyha általában a környezetemben agressziót tapasztalok, akkor igyekszem úgy viszonyulni hozzá, hogy megnyugtassam az illetőt, illetve odafigyelni, hogy megkérdezni tőle, hogy mi a gond, miben tudok esetleg segíteni, hogyha nekem szól az agresszió, de tudom mondjuk, hogy csak rajtam csattan, és nem én vagyok a kiváltók, akkor általában az sem szokott nagyon zavarni, de természetesen, hogyha nekem szól, és én vagyok a kiváltók, akkor azért az rosszul esik, illetve odafigyelek, hogy ne legyek én a kiváltó. Tényleg nagyon durvák, kemények az emberek egymáshoz, és hogy ez megnehezíti az emberek életét, együttélését. Most egy más témára váltunk, a szerelemre. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Ugye még te sem nősültél, majd gondolom, hogy vannak álmaid, szándékaid, és hogy a szerelem kérdéséről mit tudsz mondani? Hát veszélyes. Veszélyes? Vigyázni kell vele. Én is voltam már szerelmes, és vége lett. Azóta hát néha vannak fellángolások, de úgy érzem még sokszor, hogy nincs még itt az ideje, mert inkább szeretnék egy biztosabb hátteret megvalósítani, hogy legyen hol lakni, vagy akár legyen meg ugye a környezet ezzel kapcsolatban. De hát, hogyha valakinek nincs pénze, akkor az nem fog megnősülni, férhez menni? De hát vannak lehetőségek, hát albérletbe is lehet akár kezdeni, vagy hogyha van egy alaptőke, hitelt is föl lehet venni, és akkor tudja az ember, hogy akkor már nem az albérletre költi a pénzét, hanem a saját lakására. Úgyhogy természetesen anélkül is meg lehet nősülni, csak ugye nehezebb, hogyha nincs hol lakni. Igen. Hogyha Igen. mondjuk szülőkkel kell Igen. az elején Igen. elkezdeni. És pláne a hitel az olyan dolog, hogy nem érdemes. Elég sok rossz dolog történt az utóbbi években a hitellel kapcsolatban. Tehát volt szerelem, elmúlt, most néha kisebb lángolások vannak. Igen. És hogy így élsz. Ma sokat szoktak az értékrendről beszélni. Vannak értékek, és amikor ezeket sorba rakjuk, akkor van az értékrend. Tehát mindenki megtanul, vagy rákényszerül, hogy szelektáljon, hogy mi az első, mi a második, mi a fontosabb, és hogy ez nagyon fontos, hogy az embernek legyen megfelelő szelektáló képessége, hogy erre ennyi időt áldozhatok. Ez nem olyan lényeges dolog, hogy lássam, hogy mi a fontos, mi a mellékes dolog, és hogy hát ma nagyon sok ember életéből hiányoznak az értékek, olyan nagyon közönségesen élnek, elvadultan. Nálad hogy van ez a téma? Az értékrend? Hát nagyon fontosnak tartom a belső értékeket, hogy milyen maga az ember. Ugye ezt, ahogy kialakulnak a barátságok, illetve a kapcsolatok, ennek a során elég jól megismeri az ember a másik felet. És ezután hát szoktam eldönteni, hogy mennyi időt érdemes ezzel az emberrel tölteni, illetve hogy megvan-e az a közös dolog, hogy megvan-e az a közös érdeklődés, vagy a téma, amiről tudunk beszélni. Tehát vannak lelki értékek, fizikai értékek, anyagi dolgok, és hogy az ember életében sok minden átrendeződik, hogy amik valamikor nagyon
fontosak voltak, hogy azok már nem olyan fontosak, és újabb dolgok nyertek jelentőséget az életünkben. Igen, hát hogyha sorrendet kell állítanom, nekem első körben a belső értékek azok nagyon fontosak. Utolsóba sorolnám az anyagi dolgokat, mert én azt egyáltalán nem tartom fontosnak. Jó ugye, hogyha az embernek van pénze és meg tudja venni, amit szeretne, de nem ez ugye az elsődleges dolog. És édesanyáddal milyen kapcsolatod van? Ugye én is felnőttem, hát egész más a kapcsolata az embernek gyerekkorában, mint ugye felnőtt korában. Hát most, hogy már ugye nem élek otthon, így azért változott a kapcsolat pozitív irányba, mert így azért, tehát attól függetlenül, hogy ugye nem élünk együtt, azért beszélünk elég sűrűn, vagy én hívom őt, vagy ő engem, vagy átugrok, mert igazából nem lakom olyan távol az otthontól. Úgyhogy jónak mondom a kapcsolatot. Ő nagyon szeretett titeket, meg szeret is. Láttam, hogy mikor kisebb gyerekek voltatok is, hogy gondja volt arra, hogy lelki nevelést kapjatok. Igen, édesanyámtól lelki nevelést kaptam. Sokat jártam ugye a gyülekezetbe, itt is sokat tanultam, illetve otthon ugye édesanyám szeretettel nevelt. Sok mindent azért megtiltott, mondta, hogy ezt meg azt nem szabad, meg ne csináljam, de ettől függetlenül éreztem, hogy benne van a szeretet. És van egy húgod is, ugye? Ő vele is jó a kapcsolatod? Igen, igazából, hogyha rangsort kéne állni, a húgommal van a legjobb kapcsolatom. Ővele is nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogyha hazajön, vidéken tanul, hogyha hazajön, akkor szoktunk így külön találkozni, otthontól függetlenül. Elmegyünk beszélgetni, meg otthon is, ugye, mikor átmegyek hétvégén ebédelni, akkor is együtt van a család egy része. Igen, tehát ő is a zenei vonalon halad. Igen, igen, ő is zenetanár lesz. Van még neki hátra sok idő, vagy már? Most fogja nyár elején befejezni az iskolát, ez már mesterképzés. Tehetséges volt, tehetséges. Beszéljünk valamit a hit jelentőségéről is. Hát a hit ugye Isten ajándéka. Nagyon sok ember ugye hisz valamiben, valaki a horoszkópokban, vagy akár a jósokban. Én hiszem azt, hogy Isten van, és ő teremtette ezt a világot. Hát ugye van a két út, van a világi út, illetve a hit útja. Mind a két úton megvan a nehézség, de hosszú távon, ugye, hogy az ember elérje az örök életet, a hit útján kell járnia. Isten nagyon sok féleképpen tud hozzánk szólni. Ugye leginkább akkor, hogyha az ember templomba jár, vagy a Bibliát olvassa. De a hétköznapokon is érdemes odafigyelni, mert akár egy film, vagy egy zeneszöveg során is tud szólni az Úr, hogyha ledöbbenünk, hogy fú, ezt eddig nem is így csináltam, és ezt így kéne, meg teljesen pozitívan, vagy észreveszi, hogy eddig rosszul csinálta a dolgokat, és most ezen változtatni szeretne. És a közösségben hogy érzed magad? Úgy érzem most a közösségben kicsit a perifériára szorultam, mert ritkábban járok el most az alkalmakra. Ettől függetlenül tartom a kapcsolatot a fiatalokkal, szoktam velük is találkozni.
de igyekszem minél többet én is eljárni az alkalmakra. A mai világban az emberek eléggé negatívan gondolkoznak az életről. Sok ember úgy áll hozzá, hogy elrontja az életét, és hogy menekül az életből, nem tiszteli az életét. Nagyon sokan tönkreteszik az életüket, nem csak azzal, hogy agyonhajszolják, a drogozással, az ivással, és nagyon tönkreteszik magukat, és hogy érdekelne, hogy mi a véleményed az életről. Ez nem egy költői kérdés. Aztán, hogy mi a véleményed például az abortuszról, hogy az is egy valami olyan szörnyűség, ami hát nem az élet tisztelete, hanem inkább gyilkosság, ami történik. De te hogy látod ezt? Igen, hát az abortusz az valóban gyilkosság, mert ugye mégis tehát már egy ember élet kezdett el ugye fejlődni. Hát igen, sok ember az alkoholba, illetve a drogba folytja úgymond a bánatát, és úgy gondolja, hogy ez esetleg megoldás lehet az életére, és nagyon negatívan áll hozzá ugye a dolgokhoz. Tehát az a véleményem, hogy igazából utólag gondolom sokan már rájöttek, hogy ez nem megoldás, mert ettől nem fog megváltozni semmi, sőt, inkább mélyebbre süllyed az ember. És pont ezért biztos, hogy minden problémára van segítség, és van, aki tudna nekik segíteni, és hát el kell fogadni a segítségnyújtást. Az életnek megvan az értelme. Egy műsor alkalmával betelefonált egy fiatalember, hogy ő már nem akar élni, hogy ő szeretne minél előbb eltűnni innen az élő világból, és valahol a túlvilágba lépni, de hát Isten országában nem lehet úgy, hogy megöljük önmagunkat, és tönkretesszük magunkat. Az nagy gyávaság, hogyha valaki így menekül ebből a világból. És még végül azt szeretném megkérdezni, hogy lehet talpon maradni ebben a világban, és mit üzensz a mai fiataloknak, hogy lehet talpon maradni, mit tegyenek, hogy ne süllyedjenek le és tűnjenek el, és hogy normális életet élhessenek, hogy lehetséges ez? Hát, hogyha a mai fiatalság, illetve az emberek Istent keresik, és egy lépést tesznek feléjük, akkor biztos, hogy az Úr kettőt fog. Nagyon örülök, Dénes, hogy beszélgettünk, és hogy köszönöm is, hogy eljöttél, és hogy nagyon sok áldást kívánok az életedre, munkádra, és hogy mindig szeretettel látunk a közösségben. Köszönöm szépen.